nehéz megmondani, hogy mi is az élet, de a természeten keresztül is látjuk azt, hogy a legegyszerűbb gyomnövények is mennyire az életre törekednek. És hasonló módon bennünk is ott van az élet utáni vágy, amely kioldhatatlan. Mi is vágyunk a teljes életre, vágyunk az örök életre, amelyet csak az Isten tud számunkra megadni. Szent Benedekről Nagy Szent Gergely pápa ír egy színes, szemléletes, legendás életrajzot. És ebben a történetben arról ír, hogy Szent Benedek, az Isten embere, magányban él. Egy holló táplálja. Majd egy környékbeli papnak látomása támad, húsvét van, az Isten embere pedig magányos, nem tud ünnepelni. Ezért útra kell, hogy meglátogassa Benedeket. Te itt böjtölsz, mikor húsvét van, mondja, amikor találkoznak. És Szent Benedek válaszolja, igen, húsvét van, mert meglátogattál engem. A húsvét ünnepének lényegéről van szó. A húsvétnak a lényege pedig a találkozás, hogy találkozunk az élettel, találkozunk a feltámadt Krisztussal, és találkozunk a másik emberrel, és a másik emberben kell meglátnunk Krisztust, Krisztus arcát. A húsvét ünnepe nem a természet körforgásáról szól. A tavasz csak segít megérteni és rácsodálkozni a titokra. Mert a húsvét nem csak a megújulásról szól, sokkal többről. Arról, hogy az élet él és élni akar. És az élet erősebb, mint a halál. És az Úr Jézus története is arról beszél, hogy kell, hogy megújuljon minden. Kell, hogy amit mi emberek elrontottunk, a Krisztusba vetett hitünk által újra élhető legyen. És rá kell döbbennünk arra, hogy az élet szent. Rá kell döbbennünk arra, hogy az életünk ajándék. És meg kell élnünk, és hinnünk kell abban, hogy az életünk több a földi megtapasztalásnál. Ahogyan a Szent Leckében hallhattuk, az életünk Krisztusban van elrejtve. Jézus Krisztus által, a feltámadt Krisztus által érthetjük meg az életünknek a titkát, hogy mi nem csak erre a földi életre vagyunk rendelve. Ez valameddig tart, de az Úr Jézus az ő mennyei dicsőségébe hív bennünket az örök életben. Az Úr Jézus szeretettel adja nekünk ezt a mennyei életet. Mindannyiunkat megváltott, de a megváltás csak akkor teljesedik be rajtunk, ha elfogadjuk azt, és szeretettel válaszolunk az Úr Jézus halálára. Köszönöm, Uram, hogy meghaltál értem, és köszönöm neked azt, hogy föltámadtál, és ezzel az életünket igazán értelmesítetted.